Üdvözlünk! Mai adásunkban a Mátra Maratonról jelentkezünk. Beszámolunk a parakerékpáros Európa kupáról. Végül tudósítunk a Freestyle BMX magyar bajnokságról. Új helyszínen is átalakított pályán zajlott a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség naptárában is szereplő Mátra Mountain Bike Maraton szeptember 9-én vasárnap. A Top Maraton sorozat utolsó állomásán az új Mátra Szent Istváni célterület a sípályákkal és az alpesi hangulattal varázslatos célhelyszínnek bizonyult. Bár idén a legtöbb táv nem tekert fel Kékestetőre, de a nemzetközi színvonalú új helyszín és a távoli hegyek látványa mindenkit kárpótolt. A hosszabb távokról a célterületre visszaérkező versenyzőkre több komoly kihívás is várt a síparkban. A rövid, de velős emelkedőknek, az egynyomsávos technikás ösvényeknek és a sípályán kanyargó nyomvonalaknak köszönhetően fárasztó, de annál látványosabb befutókat tapsolhattak végig a szurkolók. A Mátra Szent Istváni sípark jó bázisnak bizonyulhat az elkövetkezendő években, hiszen a nyári hónapokban a rendezvénytől függetlenül is terveznek kerékpáros infrastruktúra fejlesztéseket. A verseny szintén teljesítő kerékpáros ügyekért felelős kormánybiztostól, Révész Máriusztól megtudhattuk, hogy az állami támogatással megvalósuló ülők és sífelvonót a jövőben egy bikepark liftjeként is ki lehet majd használni, és építenek is majd mountain bike pályákat a jövőben. A szeptember 9-i verseny résztvevői egyelőre még autóval jöttek fel a hegyre. Szerencsére a télen sípályaként üzemelő komplexum bőven elég parkolóhelyet biztosított, és az infrastruktúra szempontjából maradéktalan lehetőségeket kínál. Az étkezési lehetőségek is adottak, ráadásul a pályákon kihelyezett frissítő állomások is túlmutattak a hazai szinten megszokott választékon. További előnye a 800 méteren lévő rajtcél területnek, hogy még akkor sem lenne kellemetlen hőség, amikor az ország más területein igen. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség által UCI-C3-as besorolású elit férfi hosszú távon, az országúton a Pannon Cycling Team sorait erősítő, mountain bike versenyeken pedig a Cube csömör színeiben tekerő Szatmári András külön kategóriát képvisel ellenfeleihez képest, és óriási, több mint 20 perces előnnyel nyerte a 82 kilométeres versenyt. Nem ért olyan nagy meglepetés. Igazából a nyomvonal is 95%-ban az volt, mint az előző években. Csak ugye a verseny tök más szakaszaiban jöttek az adott pontok. A zöld háromszög nagyon tetszett. Ez az egy új szakasz volt a pályában, és nem volt hosszú, pár kilométer hosszú volt, de ez egyik legjobb rész volt. Kis egynyomsávos, kanyargós. A verseny első kb. 60 kilométerével tökre meg voltam elégedve, ahogy visszaértünk Szent Imrére. Meg szeretem, hogyha a végén még van benne valami kis extra emelkedő lejtő, ami kicsit nehezebb. Magamra figyeltem tényleg egész verseny alatt, hogy egyrészt edzésnek is jó, az egész hetem egy elég kemény edzés blokk volt. Jóvatosra fogtam igazából az elejét, és amikor éreztem ilyen 10-valány kilométernél, hogy hát ez nem olyan rossz a lábaim, akkor megpróbáltam. Az ezüstéremért azonban izgalmas küzdelmet vívott Szalai Péter és Burucki Szilárd. A célba Burucki ért előbb, de időbüntetést kapott pályaelhagyásért, és így végül Szalai lett a második. Ez az új Mátra Maraton pályán, jól éreztem magam, jó erőben voltam.
Csak felkészülés is jó volt rá, csak nem volt nagyon szerencsém. Az első ilyen bal szerencsém volt a 15. kilométeren, leesett a láncom, és akkor újból fel kellett jönni a Szolai Petire, és utána pedig a Kékesen volt egy eltévedésem, úgyhogy lehetett volna egy helyen jó helyezésem is, hogy a második hely. A pálya az tök jó lett, szerintem keményebb, mint az előző években. Főleg a végén elég kemény emelkedő volt benne, ilyen meredek, izmos, hogy tök jó volt. Jó verseny volt szerintem. A Top Maraton sorozat utolsó állomásán az elit hölgyeknek 56 kilométeres futamát Balázs Beáta nyerte Horváth Adél és Kovács Kinga előtt. Az előző évekhez képest sokkal lendületesebb, gyorsabb volt a pálya. A régi pályában több single trail volt, sokkal technikásabb volt, de ez a pálya is nagyon-nagyon élvezetes volt. Meccselni egyik lányjal sem meccseltem, hiszen én voltam legeslegelőr, nem tudom, hogy hátul ők mit csinálnak. Nekem az volt a lényeg, hogy nyílen nyomjam elejétől a végéig, mert ez egy annyira gyors pálya, hogy itt nem lehet gondolkozni, vagy megállni, megtorpanni, hanem itt elejétől a végéig nyomni kell. Nagyon szuper volt a pálya, nagyon élveztem, és nagyon elfáradtam. Hamarosan a Bringa sportmagazinban. Új helyszíne költözött a Chill and Ride, de előtte lássuk, hogyan alakult a parakerékpáros Európa Kupa. Az egyeki időfutamok után Török Bálinton rendezték meg a Nemzetközi Parakerékpár Európa Kupa mezőnyversenyeit. Ebben az évben nemzetközi UCI C1-es kategóriás minősítésű, tehát világranglista pontokért harcolt a nemzetközi mezőny. A megszerzett pontokat már beleszámítanák a tokiói 2020-as paralimpiai kvalifikációba, és ebbe a magyar férfi válogatott egyelőre nagyon jól áll. Az idei versenyen külön örömhír, hogy a parakerékpáros hatszoros világbajnok Mihele Pitakoló is elfogadta a meghívást, aki a C4-es kategóriában a 17 kilométeres időfutamversenyt és a hétkörös mezőnyversenyt is megnyerte. Nagyon elégedett vagyok az elért eredménnyel, és azt gondolom, hogy nagy köszönet jár a szervezőknek, mert egy igazán remek versenyt hoztak össze. Szívesen jövök máskor is erre a rendezvényre, ami a pályát illeti, az nagyon tetszett, éppen olyan, amilyen erős vagyok. Az út minősége pedig kiváló volt, a verseny nagy volt hármunk között, de az utolsó körben az emelkedőn felszívtam magam, robbantottam, és így sikerült győzdöm. A rendkívül erős mezőnyben Császár Attila a 17 kilométeres időfutamban lett bronzérmes, míg Cene Gábor az 50 kilométeres mezőnyversenyen elért eredményért tépetett a dobogóra a harmadik helyezettként. Kecskeméti Mozgáskorlátozó Sportegyesület képviseletében voltam itt. Nagyon jó sikerült, jól építettünk fel taktikát, tudtuk, hogy az olasz az el fog menni a tegnapi időfutam után. A szlovénra taktikáztuk ki, hogy jó, ki tudjuk fárasztani, ez sikerült is. Viszont mivel leköröztek minket, leúzták az utolsó körünket, úgyhogy az utolsó körünk, amire már rátaktikáztunk, az nem sikerült, hogy a szlovén bejött előttünk. Hát legközelebb majd ügyesebben építjük fel a dolgot. Nagyon élveztem, nagyon jó pálya, tele van egy emelkedővel, úgyhogy nagyon jó volt az idő, és szerintem ez a csapat így nagyon jó volt összerakva. Úgyhogy örülök, megszereztem egy harmadik bronzérmet, úgyhogy tök jó. A mai napot jobban vártam, mint a tegnapit, ez inkább fekszik nekem ez az időfutam. Én viszonylag jól tudtam menni a hegyen, a Gábor csapattársa meg nagyon jól tud menni síkon, meg lejtőn, és hát gondoltunk, hogy jól összedolgozva sikerül valamit kihozni. Hát a szlovák fiú nem volt egyszerű eset, úgyhogy azért megdolgoztatott minket, de körülbelül tudtuk hozni ezt a technikát. Hát ez egy jó szint felmérő volt, hogy azért hol vannak a többiek, van még mit fejlődni, de hát azért bizakodásra is ad némi okot, hogy nagyon jó erőben voltunk. Legalább láttuk az ellenfeleket is, és hát bízunk benne, hogy még lesz lehetőségünk találkozni, és hát hozni még ezen az időeredményen bőven. A H3 kategóriában az ötkörös versenygyőztese óriási előnnyel Bók László lett. Jól esett a tegnapi nap után újra egy első hely, tehát teljesen meg vagyok elégedve magammal most jelenleg. Pálya nagyon jó, nagyon szeretem ezt a pályát, jó a fekvése, jó az útminősége,
a verseny pedig jól esett nagyon. Az első körben még együtt voltunk, hárman, az én kategóriámban még egy osztrák gyerek jött velünk, de ő leszakadt, ugyebár a második körben is sajnos hibázott egy kanyart, és ezért most hallottam, hogy csak sajnos negyedik lett szegény. Én idén már nem versenyzek, ha csak nem még talán Prágában, de az még nem biztos. Az Ocelka Róbert Nagy Gergely páros szoros csata végén bronzéremmel zárt a tandem kategóriában. Most jön a Bringa Sport magazinban. Igazi BMX-es hangulat Békés Csabán. Szeptember 8-án a Chill & Ride 11 rendezvény keretein belül tartották a BMX Freestyle Park országos bajnokságot. Több dolog miatt is különleges Chill & Ride volt a 11. Most először nem a főváros vagy a vonzás körzete volt a helyszín, hanem Békés Csaba. Ezen kívül miután a BMX olimpiai sportág lett, kicsit szigorítottak a profi park kategórián, amelyre már csak érvényes licenszel lehetett nevezni. Erre azért volt szükség, hogy gyűjteni lehessen a pontokat a FIS versenyekre, ahonnan kvalifikálni lehet az ötkarikás játékokra. A viadalt ráadásul rossz idő miatt el kellett halasztani pár héttel. Volt, aki Szlovákiából jött csak ezért, hogy gyűjthesse a pontokat az olimpiai kvalifikációra, de sorolhatjuk még a különlegességeket, például a junior versenyt, amelyet most először rendeztek meg. Békés Csabai helyszín jelesre vizsgázott, a helyiek nagyon lelkesek voltak, sok olyan bringás is eljött, akik eddig nem jártak versenyekre. Mindenki tapsolt és lelkesítette a versenyzőket, a jelenlévők száma pozitív csalódásként érte a szervezőket. Az összesen 5-600 fős közönség nem csak helyiekből állt, sokan érkeztek Debrecenből, Nyíregyházáról vagy Gyuláról, vagyis a kelet-magyarországi régióból. Ezért a szervezők jövőre Nyugat-Magyarországot célozzák meg, hogy ott is mozgósítsák a helyi BMX-es tábort. Az első 5-6 ember között nem volt nagy különbség, nehéz dolga volt a zsűrinek. Három nagy esélyes sem tudott eljönni, ezért alakulhatott így. Külföldi színvonalú trükköket láthattunk. Jól kihasználták a felújított pályát, folyamatos körök voltak. Tudták előre, hogy ez szükséges, ugyanis a zsűri egy tájékoztató során elmondta, hogy mik is pontosan a szempontok. Ez nagyon jót tett a versenynek, komolyabban vették a versenyzők. Park győztese Vukman Márk lett. Park kategóriában Kemp Patrik, míg junior park kategóriában Bábel János diadalmaskodott. Lássuk, milyen programok várhatóak a következő hetekben.